Erős már a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket mai vasárnapunkon, akár itt a templomban, akár azokat is, akik a videón keresztül kapcsolódnak be a mai alkalmunkba. Isten igéjével hadd köszöntsem a gyülekezetet, ahogy a kivetítőn is láthatjuk, az útmutatónk egyik mai igéjével, János 6.63-ból. Jézus mondja, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Van úgy, hogy amikor valakivel találkozunk és mond nekünk valamit, hát az nem olyan lényeges, csak valami hétköznapi dolog, mire hazaérünk már, el is felejtjük, miket beszélt hozzánk az a másik. De jó lenne, hogyha az Isten beszédével nem így lennénk, hogyha vele való találkozásnak minden kimondott szava, minden ige, ami felénk hangzik, az így meggyökerezhetne bennünk lélekké, és életté válna bennünk. Így jöttünk ide ma is, Isten házába, és szeretnénk így hallgatni ma is az ő igéjét. Először a hirdetéseket hadd osszam meg a testvérekkel. Az oltáról látható, meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáit. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében emlékezünk meg, 7 éve elhunyt ifjabb Rácz Imiről, és 6 évvel ezelőtt elhunyt dr. Csapó Erzsébet testvérünkről, akit 2015-ben, 59 éves korában tragikus gyorsasággal hívott haza szerető mennyei atyánk. Az akkori megemlékezésén az alábbi igét olvastuk, amely ma is Isten vigasztaló szavaként szólhat hozzánk, Ézsaiás 54.8-ból. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Istenünk adjon vigasztalást és erőt az emlékező, gyászoló testvéreknek. Ővelük való együttérzésünkből a befejező oltári imádságban fogunk együtt könyörögni. Hirdetem továbbá, hogy az elmúlt héten hosszú idő után tudtunk ifi órát tartani a középiskolás fiatalokkal, a biztonsági előírásokat betartva, de tudtunk találkozni ifi óra keretében, illetve szabadtéri alkalommal a baba-mama körös anyukákat gyermekekkel is tudtak az asszonyok találkozni, úgyhogy lassan-lassan visszatér talán majd az élet a gyülekezetbe, ahogy lehet, nyilván vigyázva egymásra. Hirdetem, hogyha Isten engedi és élünk, jövő vasárnap a megszokott rendben 9 órai kezdettel lesz Isten tiszteletünk. Szeretném megköszönni a takarítási, az egyházfi és a videó szolgálatot mindazoknak, akik ezekben részt vettek. Az adományainkat hirdetem, még a múlt vasárnapi persejpénzünk 23 ezer forint volt, míg az emlékező család 40 ezer forintot adott a gyülekezet céljaira, illetve a virágok adományát, mely az oltárt és itt elől az asztalunkat díszíti, ezeket is nekik köszönjük. És van még egy szép tisztem, a mai napon, május első vasárnapján anyák napját ünnepeljük. Az édesanyákat szeretnénk a gyülekezet nevében is köszönteni Dzsida Jenő Hálaadás című versének egy részletével. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz, virasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Urunk áldását kívánom sok szeretettel édesanyáknak, nagymamáknak, dédmamáknak. Isten tiszteletünk folytatásában a 233-as számú énekünk következik, 233-as ének lesz.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A 98. Zsoltár így tesz ma bizonyságot. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünk üdvösségét. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei jó Atyánk, hálaadás van a szívünkben, hogy itt lehetünk ma is házadban. Hálaadás van a szívünkben, hogy megtartasz és éltetsz bennünket. Köszönjük neked, hogy elkísértél ma bennünket ide, és ígéred, hogy a te igédben, szent lelked által közel jössz és megszólítasz ma bennünket. Kérünk, Úrunk, add, hogy tudjunk rád így figyelni. Tudjuk igédet úgy fogadni, hogy az valóban hatással lehessen ránk. Ne csak egy fejünk fölött elhangzó szép beszéd legyen, hanem hadd vehessük úgy, mint valóban tőled szóló üzenetet. Úrunk, kérünk, taníts bennünket szeretete, egymás szeretetben való elhordozására is. Kérünk, bocsásd meg bűneinket. Bocsásd meg, hogyha megbántottunk egymást, vagy megbántottuk a te atyai szívedet. Kérünk, hogy adj nekünk megtérést, és adj nekünk új életet ma is, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel Isten él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Hallgassuk meg mai vasárnapon, húsvét utáni negyedik vasárnapon az oltár előtti felolvasásul rendelt igéket. Először Ézsaiás próféta könyve 12. részéből, az első 6 versből a következőképpen. Azon a napon ezt mondod majd, hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit, emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg azt az egész föld. Kiálts és újjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. És hallgassuk meg az Új Szövetségből is Jakab levele első részéből a 16. verssel kezdődő szakaszt is. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványait is. És szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Istenünk áldja meg az ő igéjének hallgatását és befogadását. Magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,
aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet és készüljünk az ige hirdetése a 258-as számú énekünkkel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk meg hittel és figyelemmel egyházunk által mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, megírva találjuk Máté evangéliumában a 21. részben a 14-estől a 17-es versig.
Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, tudnillik Jézushoz, és ő meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Kié a templom? Néha szoktak jönni az óvodás gyermekek, meg az iskolásokkal is, ha ittanosokkal át szoktunk jönni ide a templomba, kicsit bemutatni az épületet, beszélgetni róla, és nyilván felszoktam tenni azt a kérdést nekik, hogy na gyerekek, kié a templom? Kié a templom? Először szokták mondani, hogy hát, hogy az Isteni, ugye Isten háza, így is szoktuk nevezni. Ami lelki szempontból valóban igaz is. No de gyakorlati szempontból nézve, kié a templom? Fejtegetem tovább a kérdést. Hát akkor mondják, hogy hát akkor biztos az enyém, vagy a Gábor bácsié, mert hogy ugye nálam van a kulcs, én engedem be őket, mintha én lennék úgymond a házigazda, hát hogy biztos az enyém. Hát mondom azért nem teljesen, mert nem egy személyé a templom, pláne nem a lelkészé, hanem ilyenkor el szoktam nekik mondani, hanem hogy ez a templom a gyülekezeté, a gyülekezet közösségé, és azon belül pedig a tiétek is gyerekek. Hát ugye akkor van a nagy megdöbbenés, hogy a miénk, az enyém is lehet. De hát bizony így van, hogy a templom, ugye, hogy a gyülekezet is a miénk. Azok, akik idejövünk, hogy az Isten szavát hallgassuk azért, hogy vele találkozzunk, és közben a közösséggel is, egymással is találkozhassunk. Miénk tehát a templom. A szentség helye azonban, ugye a templom épületén túlmenően nem csak egy épület. A szentség helye nem csak kövekből felhúzott szép épület lehet. Mert a Biblia tanítása szerint a bennünk lakó Szentlélek által mi magunk is templommá leszünk. Igaz ez a fizikai testünkre, hogy az igében is olvassuk, hogy testünk a Szentlélek temploma. De igaz ez a szívünk állapotára is, a szellemi-lelki állapotunkra is, hogy ami Isten által betöltött életünk, lelkünk is lehet a neki szentelt templom. Hát ez alapján már egész más mélységet kap ez a kérdés, hogy kié is a templom. Nem csupán az épület, hanem én magam is. Ezt a témát járja körül mai igénk is, amelyet három pontban szeretnék most röviden megvizsgálni. Kié a templom, haszonlesők, hagyományőrzők és hívők. Nézzük az elsőt, haszonlesők. Az igénk egy hosszabb történetből került kivágása, és csak azért néhány vers szerepel belőle, és ezzel a mondattal kezdődik, hogy azután. De hát elgondolkozunk, hogy hát miután. Most így hirtelen in medias ez bele a közepébe kezdődik ez a történet, azután. De hát miután? Ugye Máté evangéliumát nemrég tanulmányoztuk szépen végig, és aki emlékszik, tudja jó, hogy mi után vagyunk. Azután, hogy Jézus virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, ahol ünnepelték őt, szinte királyként fogadták. Ő azonban tudjuk, hogy különös király volt, mert nem hadsereg vezette őt be, csupán a 12 tanítványa, nem fehér paripán érkezett, hanem egy szürke szamáron, szelíden érkezett meg. És ahogy bevonult a városba, nem a királyi palotába ment, hogy átvegye ott a hatalmat, megdöntse az uralkodó rendet, hanem ő a templomba ment, az ő atyaházába. És ott pedig, belépve, tudjuk, hogy mit látott, hát a zsibvását látta. A pénzváltókat, meg az állatoknak az árusítóit, akik ott piacoztak tulajdonképpen a templom külső udvarán, elfoglalva ezzel másoktól az Isten tiszteleti helyet, és rablók ballangjává változtatva az imádság házát. És
Tudjuk azt is, hogy hogyan folytatódott a történet, hogy kiűzte őket. Isteni indulattal, szent haraggal kiűzte őket, megtisztította atya házát a hivatlan vendégektől, és így tette ismét azt szenté. Ott voltak tehát a templomban, Jeruzsálemben a haszonlesők. Vajon a mi szívünk templomát mennyire foglalja el a haszonlesőknek a lelkülete? Mire gondolok? Arra, hogy hát amikor szeretem Istent, de jó okom van rá, hiszen az én odaadásomért, az én hűségemért, az én szolgálatomért cserébe elvárom Istennek az áldását. Adok, kapok. Uram, én odaadom neked az időmet, energiámat, figyelmemet, áldozatot hozok, érted? Hát akkor valamit hadd kapjak már vissza a te jó indulatodból, a te áldásaidból. Várom, hogy nekem is hulljon valamilyen mennyből aláhulló manna. Akár jó egészség, akár egy kis anyagi gyarapodás, akár az, hogy ettől a vírus helyzettől én teljesen mentes leszek, az, hogy hosszú életet kapok, vagy na jó, kiegyezek egy lottó ötössel is. Ugye néha van ilyen haszonelvű gondolkodás a hitünkben, hogy olyan, én annyi mindent megtettem, hát csak ezt az egy dolgot kértem, egy pici dolgot, hát ezt ne kaphatnám meg. Ha pedig nem válik be az én elvárásom, ha nem válik be ez a befektetésem, nem kapom meg, amit Istentől kértem, akkor ilyen esetekben jöhet a csalódás, jöhet a sértettség, vagy legrosszabb esetben, hogy hátat fordítok Istennek. De ne essünk testvérek tévedésbe, mert mennyei atyánk valóban tartogat az övéinek áldásokat, csodás ígéreteket, megmeneküléseket, viszont ezt nem üzleti alapon teszi. Pláne nem a mi számítgatásaink, meg a mi elvárásaink alapján, hogy én ezt tettem, és akkor elkönyvelem, és várom a viszonzást. Aki így áll hozzá az Isten követéséhez, az biztosan csalódni fog. Úrunk sok jó dolgot tartogat nekünk, de azt kegyelemből adja, azt ajándékba adja az ő mindenható akarata alapján. Sokszor számunkra érthetetlen módon. Amikor egyszer csak meglepődök, hogy valami jó dolgot kapok az Úrtól, és hát ez miért? Hát nem is számítottam rá, nem is vagyok erre érdemleges. Hát én ezt nem érdemlem, és mégis megkapom. Ahogy Szabó Lőrinc szép versében mondja, vagy olvassuk Istenről, hogy az életet adja, és egyszerre csak abba hagyja. Ilyen Úrunk van, akinek nem tudunk bele szólni az ő mindenható akaratába, de mégis az ő tervének mozgatórugója, az nem valami új szeszély, hát most van kedvem, most nincs kedvem, nem így van vele, hanem a mi gondolatainkat bőven meghaladó bölcsességgel ad, vagy éppen nem ad. Tudunk-e ilyen gyermeki alázattal és bizalommal figyelni Istenünkre? Vagy pedig szívünk templomát a haszonlesés lelkülete foglalja el? Ez tehát az első pont. A második pont a hagyományőrzők. Hagyomány alatt, ahogy utána néztem általában, az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket értjük, melyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek az utódok. Ez a meghatározás, hogy amit újból és újból nemzedékről nemzedékre változatlan formában teszünk úgy, ahogy azt elődeink, őseink tették. És ezek között lehetnek nagyon szép hagyományok. Népi hagyományok, népdalok, különböző családi szokások, szívet melengető otthoni kis hagyományok. Viszont amikor már a vallási hagyományokról beszélünk, ezen a területen már ingoványos a talaj. Nem mindig építőek a vallási hagyományok. Mert a hit alapvetően egy élő kapcsolatot jelent Istennel. Az élő kapcsolatban pedig néha problémássá válhat egy-egy hagyomány, amihez tűzön vízen keresztül ragaszkodunk. Gondoljunk csak bele,
egyesek talán át is élhették ezt akár korábban, hogy mondjuk a gyerek jön haza az iskolából, és minden áldott nap lezajlik ez a beszélgetés, mi volt az iskolában, semmi. Ugye? Hát ez mennyi egy kiüresedő és semmit mondó beszélgetés. Mert mindig ugyanaz hangzik el. De hogyha mondjuk egy férj és feleség is minden nap ugyanazokat a mondatokat mondanák egymásnak, amikor találkoznak, szia, hogy vagy, jól vagyok, mi volt a munkában, kicsit nehéz volt, de most már itthon vagyok, és mondjuk minden nap ez a beszélgetés lezajlana, az mennyire unalmas és üres lenne, abból nem lenne egy építő kapcsolat. Vagy akár csak az, hogy mondjuk egy háziasszony minden egyes nap ugyanazt az ebédet tenné le az asztalra a családnak. Mondjuk, nem tudom, húsleves meg túrós tészta, ezeket nagyon szeretem, de ha minden nap ezt kéne enni, az nagyon unalmas lenne. Picit ezekkel a példákkal szeretném azt érzékeltetni, hogy az Istennel való kapcsolatunknak is ilyennek kéne lennie, hogy egy ilyen élő, eleven kapcsolat. Hogy ne csupán hagyományok és megszokások folyamatos ismétlése legyen, nehogy kiüresedjen, hanem tudjon megmaradni élő kapcsolatként. Nyilván vannak szép és fontos hagyományaink, melyektől nem szeretnénk és nem is kell megválni. Mondjuk, ahogy köszöntjük egymást itt a gyülekezetbe. Erős vár a mi Istenünk. Remélem, hogy tudjuk ezt mindig egy ilyen jó meggyőződéssel mondani. Vagy akár a mi atyánk imádságunkat, ahogy elmondjuk, hogy szerintem azért az sem üresedik ki, hanem azt is tudjuk mindig megújulva, átgondolva elmondani. Viszont lehetnek olyan hagyományok, amelyekhez való szigorú ragaszkodás az útját tudja állni az én hitem növekedésének, vagy akár annak, hogy mások számára vonzóvá váljon az Isten követése. Sok ilyen gyülekezeti egyházi példát lehetne mondani. Egy távoli gyülekezetben hallottam egyszer ilyet, hogy az volt a szokás, hogy úrvacsorához jövet, elő, hogy meg lehetett kerülni az oltárt, és először az oltár mögött be kellett dobni az ottani úrvacsorás perselyekbe bizonyos pénzösszeget, és utána lehetett az úrvacsorához járulni, mint egy befizettek az aznapi alkalomra, vagy szertartásra. És hát ugye oda került az új lelkész, és azon nyomban ezt megszüntette, ezt a szokást. Mert nem jó, mert nem építő, mert el tud távolítani Istentől, és ki tudja üresíteni a vele való kapcsolatot. De számtalan ilyen példát lehetne mondani saját hitéletünkből, hogy nem csak egyféleképpen lehet imádkozni, nem csak egyféleképpen lehet énekelni, nem csak egy helye, egy padba lehet beülni a templomba se, hanem az egész lehet egy friss, egy élő, amikor tudok nyitott lenni másra is. Nem csak arra, amit mindig megszoktam, hanem tudok nyitni. Annyira jó, hogy itt a gyülekezetben is tudunk újabb énekeket is énekelni, hogy erre van egyfajta nyitottság, hogy látjuk ennek is a jó oldalát és az áldásait. De vannak olyanok is, történelmi egyházainkban különösen, amikor a hagyományokhoz riktig ragaszkodnak, nagyon erősen ragaszkodnak. És a hagyományokból aztán könnyen tudunk törvényt alkotni, elvárást alkotni, hogy csak így lehet, csak ezt lehet mondani, csak így lehet imádkozni, csak így állhat a lelkész. És az egészből lesz egy kiüresedett vallásoskodás. És ezzel a lelkülettel találkozik Jézus itt a templomban a főpapok és írástudók személyében, akik megszokták, hogy a piacozók benn vannak a templomba, és felháborodnak, hogy mi az, hogy Jézus kiküldi őket. Akik elvárták, hogy a sánták meg a vakok kívül maradjanak a templomon. Akik elvárták, hogy a gyermekek és a fiatalok csendben legyenek, nehogy itt hangoskodjanak, nehogy már megszólaljanak itt a templomban. És Jézus bejött, és eltért mindenféle hagyománytól, amit addig megszoktak. És hát ő maga is nem tartotta be azokat a szokásokat, amit egy tanító, egy zsidó tanító, egy rabbinak kellett volna, de még a messiási elvárásoknak se felelt meg, amit előírtak volna neki. És ez a főpapok és írástudók számára föltelmes felháborodást hozott. Hogy mi ez a rendbontás itt? És jöttek és el akarták csitítani ezeket az ifjakat, gyermekeket, ahogy olvastuk is, hogy Hozsánna a Dávid fiának, hogy maradjatok már csak, mert mit kiabáltok itt?
Minden maradjon csak úgy, ahogy megszoktuk. Minden maradjon csak a régi formájában, ahogy mindig is tettük. Csak a régi gyakorlat az ő esetükben ezt jelentette, hogy egy elevenség nélküli. Törvényeskedő és a szabályokat guberáló és azokat mindvégig betartó üres vallásoskodás volt az ő életükben. Az Úrral való élő kapcsolat nélkül. És vajon a mi szívünk templomát mennyire foglalja el ilyen értelembe a hagyományőrzésnek a lelkülete? Nyilván az értékes és szép tradíciók, az igei alapon való hagyományok azok fontosak. De ezeken túl nem váltunk esetleg a mellékes és üres vallási hagyományoknak rabjaivá, vagy nem kötődünk hozzájuk túlságosan, hogy csak a megszokott a jó, vagy azért tudok nyitott lenni a hitem gyakorlásában. Szükség esetén el tudok engedni egy olyan dolgot, amivel meglátom, hogy igazából ez már kiüresedett számomra, és hogy a helyébe egy tartalmas, igei alapú eleven megoldást választok. Ez tehát a második pont, a hagyományőrzésnek a lelkülete. És így jutunk el a harmadik, az utolsó ponthoz, a hívőkhöz. Ugye a harmadik legfontosabb csoport Jézus körül a templomban, ebben a jelenetben a meggyógyított betegek és a lelkes gyermekek, fiatalok sokasága. Ők átélték, hogy milyen Jézus mellett utolsókból elsőkké lenni. A betegek és a sérültek megtapasztalták a csodálatos gyógyulást a Mester keze által. A gyermekek és a fiatalok pedig abban a korban kicsit olyan másodlagos, olyan félretett csoport voltak a társadalomban, hirtelen előtérbe kerültek. Hirtelen Jézus odafigyelt rájuk, és mellőzöttekből a figyelem középpontjába kerültek. Nem azért, mert saját magukra hívták fel a figyelmet, hanem mert Jézus valódi voltára hívták fel a figyelmet. Hozsánna a Dávid fiának. És a templom valójában ennek a csoportnak volt fenntartva. Az elesetteknek, a megvetetteknek, a kirekesztetteknek. Azoknak, akik tisztában vannak saját kicsinységükkel, de ugyanakkor tisztában vannak a hatalmas Úr nagyságával is. A másik két csoport az nem ilyen volt. Mert a haszonlesők, azok nem az Úrra tekintettek, hanem a saját zsebeikre, meg hogy a tenyerüket mivel lehet jól megtölteni. A papok és írástudók pedig csak a szabályokat, törvényeket, hagyományokat figyelték, ők sem az élő Úrra tették, helyezték tekintetüket. Bár mindkét társaság ott volt a templomban, mindkét társaság otthonosan mozgott ebben a közegben. Tudták a szertartások rendjét, menetét, a szokásokat, ott nem senki se nézte őket ki, mégis Isten szemében idegennek számítottak az imádság házában. Istenünk akkor örvendezik igazán, amikor ránézve érkezünk meg az ő házába. Amikor tudunk a magunk kicsinységéről, elesett voltáról, és vágyódunk az Úr nagysága iránt. Amikor tudjuk, hogy közel sem vagyunk tökéletesek, de az Úrnál megvan minden, hogy azzá legyünk. Bűnösökként érkezünk ide, de nála bűnbocsánatot és kegyelmet találunk. Félelmeinkre bátorítást ad, békétlenségünkre nyugalmat ad. A halál sötétje felé vezető utunkat pedig átirányítja az örök élet felé. Ezért jött el Jézus. Ezért lett megváltónká. Ezért adta vissza ebben a történetben is a templomot a valódi elhívottaknak. Azoknak, akik nem csak bitorolni akarják a szent helyet, hanem gyülekezetté szeretnének lenni. Isten népévé szeretnének lenni. És az ő szeretetében élni Jézus pásztorlása alatt. Ezek után jó lenne ezt látnunk a szívünk templomában is, hogy ott is ez a lelkület uralkodik. Amikor hiszem és vallom, hogy jelen van az életemben Krisztus. Ő az én Uram, és én hozzá tartozom. Nem jelent ez tökéletességet, de jelent a bűnbánatra való készséget.
hogy bánt az, amikor nem a szeretet munkálkodik bennem, bánt az, amikor nem az igének engedelmeskedve élek, és szeretném ezt az Úr előtt rendezni, és ebben változtatni. Az ilyen élettemplom pedig valóban áldott és valóban virágzó lesz, örökkévaló virágzásban. Összefoglalásul gondoljuk csak meg, hogy a mai vasárnapon nem csak a szívünk temploma nyílhatott meg, hanem a fizikai templom is megnyílhatott, bejöhettünk rajta, és hát evangélikus egyházunkban is sok helyen, ahol eddig zárva voltak a templomok, a mai napon a legtöbb helyen újra indultak az istentiszteleti alkalmak. Hogyan jöttünk ide, a szent helyre, az imádság házába, vele való találkozásnak a vágya volt bennünk, van bennünk. Gyülekezetként feladatunk így élni, így megérkezni ide, így tekinteni az Isten házára, és tisztán tartani azt lelki értelemben is, hogy itt sose kelljen ilyen nagy takarítást végezni az Úrnak, mint igénk előzményében történt. Jöjjünk mindig olyan szívvel, amely az Úrra tekint. Ne haszonleséssel, ne a hagyományok rabjaiként, hanem az Úr dicséretével teljen meg szívünk és templomunk. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ma is szólsz hozzánk, és tanítasz. Tanítasz arra, hogy figyeljünk oda, hogy hogyan követünk téged, mert annyi út lehet, amely elvisz tőled, félreviszi a mi hitünket és odaszánásunkat. Kérünk ezért, hogy a mai üzenetet hadd váljon bennünk életté, és hadd tudjunk mindig a te követésedben járni. Így hozzuk eléd, Urunk, mai könyörgéseinket is. Urunk, kérünk, adj nekünk hálás szívet, hogy meg ne feledkezzünk megköszönni neked mindazt a jót, amit velünk és értünk tettél. Emlékeztess ma is rá, hogy mennyei atyánk vagy, aki mindennél jobban szeretsz minket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk Istenünk egyházadért. Egyházunkért. Úrunk, kérünk, elevenítsd meg gyülekezetünket ebben a mostani járványos helyzetben, mely a mi közösségünket is elválasztotta egymástól. Add, hogy a távolságtartás után visszatérhessünk a veled és az egymással való közösségbe. Ebben az állapotban pedig segíts, hogy a külsőségek helyett élő hit legyen a szívünkben. Gyermekeidnek pedig adj bátorságot a hitvallásban, erőt a szeretetben és hűséget a szolgálatban. Vigasztalj minket, amikor megpróbáltatások érnek, és segíts hordozni terheinket, megmaradva a benned való bizalomban. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk gyülekezetünk életéért és jövőjéért is. Adj, Urunk, megtérőket, akik komolyan veszik igét tanítását, és leteszik életüket Jézus Krisztus keresztjéhez. Adj munkatársakat is, akik a maguk lehetősége szerint tevékenyen is részt vesznek a közösség életében. Adj belénk, Urunk, több szeretetet is egymás iránt, hogy a testvéri közösség ne csak egy szép gondolat maradjon, hanem megélt valóság lehessen. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk azokért, akikben a maguk vagy mások szenvedése, az életükért való aggodalom, a járvány, a betegség, vagy a haláltól való félelem, vagy éppen a gyász elnémította a hálaadás szavát. Add, hogy Krisztus feltámadásának öröme vigasztalja, megerősítse és újra felszabadítsa őket. Külön szeretettel gondolunk ma gyászoló emlékező testvéreinkre, akikre gondolva így imádkozunk. Jézus Krisztus, halált győző, életet ajándékozó Úr, előre ment testvéreinkre emlékezünk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál barátod sírjánál. Emberé lettél, megérted fájdalmunkat és gyászunkat.
előtted nem szégyeljük könnyeinket. Köszönjük, amit az elköltözöttekben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt jártak közöttünk, és egy ideig a mieink lehettek. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat. Kérünk, gyógyítsd lelkünk sebét és adj vígasztalást. Őrizd meg attól, hogy úgy gyászoljunk, mint akinek nincsen reménysége. Amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törj le minden könnyet. Némíts el minden panaszt és jajszót. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, amikor még Szent Fiat tanítása alapján együtt és egymásért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet. Befejező énekünket pedig a kivetítőn tudjuk ma is olvasni, követni. Csak benned ez a címe az éneknek. Kijebb jövök. Énekeltük már ezt a gyülekezetben, de mégiscsak felolvasom azért a szövegét, hogy jobban lássuk, értsük. Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned nem félek már. Csak benned rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám. Csak tőled kapok gyógyulást, csak tőled remélek jót. Csak tőled nyerek feloldozást, mert Jézus, te vagy megváltóm. Csak érted keresztem felveszem. Csak érted mozdul szívem. Csak érted terheim vállalom, mert nálad van mind Jézusom. Thank you.
E is várj a mi Istenünk.